A Babits Mihály Kulturális Központ sorozatának a Kultúrkortyok Szabad Egyetem ez évi első programján Tromblai Tímea tartott előadást. A bonyhádi származású utazó ezúttal az ázsiai körútjának első állomásáról, Indiáról adott beszámolót. Igazából elég spontán dolgokat szeretek, tehát nem volt ez igazából évekig tervezve, vagy hónapokig. Rengeteget utazom, próbálom megismerni a világot, és hát India azt hiszem egy csodálatos és különleges hely, ami nagyon gazdag kultúrában, és hát azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon érdekes lehet, én úgy gondolom. Tímea egy hónapot töltött el ebben az ősi, rendkívül színes, kulturálisan gazdag országban. Ez idő alatt 12 helyszínre sikerült eljutnia. Én azt gondolom, hogy legközelebb majd inkább egy éves vízummal fogok részt venni és beutazni az országot, mert talán így az 1%-át ráadtaksálnám azt, amit megismerhettem igazán, és ez nagyon kevés. De hát rengeteg gyönyörű emlék és helyszín és világörökségi műemlék az, amit fel tudtam keresni. Az emberek, tehát az emberek közvetlensége és kedvessége az, ami nagyon sok szituációban ledöbbentett, és a segítőkészség, tehát az, hogy igazából nekik mi nagyon érdekesek vagyunk, különlegesek, európaiak, egy teljesen más kultúrából jövünk, és nagyon próbáltak megismerni, a közelembe jönni, és akár mindenféle kérdésekkel bombázni, közös szelfiket mindenhol kértek, rengeteg helyszínen, tehát talán egész Indiában több száz szelfi kering rólam, különböző családokkal, gyerekekkel, csoportokkal, és hát ez nagyon különleges, és egy nagyon pozitív élmény volt. Én nagyon szeretem Rajasthan államot, ebből Jaipurt, Jodhpurt és Udaipurt kerestem fel. Jaipur a rózsaszínváros, Udaipur a fehérváros, és Jodhpur a kékváros. És nagyon különleges helyszíneknek találtam, és hát mindenképpen Rajasthanba vissza fogok térni a jövőben. Az utazó úgy fogalmazott, hogy ha egy mondattal kellene jellemezni az országot, azt mondaná, hogy az ember napi szinten olyan dolgokat, embereket és szituációkat láthat, amelyekről azt hiszi, hogy ez nem a valóság, ilyen a bolygónkon nem is létezik, és úgy érzi, hogy álmodik, vagy éppen egy filmforgatásba csöppent. A mély szegénység az hatalmas, amivel találkozunk, viszont a kultúra és az érzelem gazdagság az meg kárpótol nagyon sok mindenért. Egy utazót, én úgy gondolom. Viszont ugyanakkor vannak olyan rétegek, akik ugye nagyon jó módban élnek. Tehát India a hatalmas ellentétek országa, és a nagy csillogás mellett ugyanúgy jelen van persze a mély szegénység is. A körutazás következő állomásai még nincsenek pontosan meghatározva, mondja az előadó. Én nagyon sok terv van az olyan, ami még nincs teljesen kibontakozóban. Ugyanúgy gondolkodom egy indiai kezdéssel visszatérni Ázsiába. Most egy más útvonalat bejárni Nepált esetleg, Indonéziát, amik nagyon érdekelnek, Tibet természetesen. De viszont ugyanakkor körvonalazódik bennem már egy afrikai körutazás is, ami talán 7-8 országot érintene. Bonyhádi vagyok, tőzsgyökeres Bonyhádi, de az elmúlt 20 évben
nem éltem Bonyhádon, tehát 2020-ban a Covid alatt tértem haza és költöztem haza. Gyerekkoromban inkább csak vágytam rá, aztán eljutottam pár európai országba, először Dél-Amerikába, Venezuelába, ami ma már ugye nehezen megismerhető ország, az ottani problémák és szociális és humanitárius katasztrófa miatt. Aztán ugye, amerre vetett az élet, mindig próbáltam egyszerre a környéket megismerni. Az USA-ban éltem az elmúlt 5-6 évben, előtte Ausztriában, tehát mindig próbáltam sokat megismerni a környékből, a környező országokból, és amit különösen szeretek, azok a körutazások, én úgy gondolom. Közel 50 országban, de én azt gondolom, hogy a következő 5 évben ezt azért szeretném megduplázni. Tehát az elmúlt 2 évben jártam 29 országban körülbelül.